A magyar lakosság nagy része elhízott, ami nem csak esztétikailag jelent problémát, de következtében egy sor súlyos betegség is kialakulhat. Persze az elhízásnak számos oka lehet, például a genetika, vagy valamilyen betegség is, de a leggyakrabban a túl sok bevitt kalória, és emellett természetesen a fizikai aktivitás hiánya okozza a problémát. Emellett közrejátszhat a kialakulásában az anyagcsere eltérése, illetve akár társadalmi normák is. A legmarkánsabb kiváltói azonban az évek alatt nem változtak, ezek pedig a nem megfelelő életmód, valamint a stressz. A túlsúly veszélyeire is felhívja a figyelmet a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége, azaz a MOTESZ az Egészség 10 parancsa programjában. Köszöntöm a stúdióban a MOTESZ elnökét, Antőre István gasztroenterológus professzorat. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, jó estét kívánok én is. A harmadik lépcsőhöz, a harmadik parancshoz értünk, ha úgy tetszik, ami arra hívja föl a figyelmet, hogy élj egészségesen is, hát figyelj oda, mit táplál, mit eszel, hogyan és mit teszel annak érdekében, hogy ne hízz el. Most bocsánat, szabad fordításban a magam nyelvén. Miért? Ugye a táplálkozás és a tápláltság összefüggése az nyilván logikus. Na most a tápláltság állapota az széles határok között változik, az alultápláltságtól, az éhezéstől, a kiegyensúlyozott táplálkozáson át, az elhízásig, a túlsúlyig, ez egy széles, paletta lehet. Na most daganatos betegségekben, rossz körülmények között ugye a lefogyás, a lesoványodás jelenti a fő problémát. De a modern társadalomban és a jóléti társadalmakban nem ez a fő gondunk, hanem az, hogy például a kokáért Magyarország az Egyesült Államok és Mexikó mellett vezeti a világranglistát a felnőtt populáció elhízottsága szempontjából. Ez nagyon érdekes, hogy hova, hogy tudott idáig eljutni Magyarország. No, de azt majd kicsit később, most nézzük meg, hogy ezzel kapcsolatosan milyen kis film készült. Száz kiló fölött voltam, amikor elkezdtem a fogyókúrát. Igazából nem a szám zavart. Az zavart, hogy egészségügyi problémáim voltak, és ez már tarthatatlan volt. A súlyos betegségeink kialakulásában igen nagy szerepet játszik a testsúlyunk változása, az elhízás. A túlsúly tekintetében Magyarország nagyon rosszul áll. Az átlagos testsúlyunk a legrosszabb három közé tartozik a világon. Első helyen magasan az Egyesült Államok van, és második, harmadik helyen Mexikó, illetve Magyarország áll felváltva. Ha valaki le akar fogyni, akkor az első lépés az, hogy tudjon kalóriát számolni. Ez azt jelenti, hogy gramra ki kell számolni mindent, amit a száján keresztül bevisz. Amikor néhány kilót fogyott és a mozgás lehetősége jobb, akkor naponta legalább 15-20 percet mozognia kell. Átlagban mondjuk egy 70-80 kilós embernek az 1500 kalória mellett egészen biztos, hogy első héten legalább 2 kilót, 2,5 kilót, második héten másfél kilót fogy az illető, és utána ajánlott a heti 1 kiló fogyás. Ezt nem szabad túllépni, mert különben egy olyan ellenhatás lép fel, hogy a szervezet olyan mértékben kezdi a kalóriát hasznosítani, hogy sokkal nehezebben tudunk fogyni. Életmódváltás az egy döntés. Saját magunkkal szembeni döntés. Mi az, amit lenyelsz? Ennyi. Ezt kell megjegyezzük, hogy amit beviszel, az fog meglátszani kifele. Ha kevesebbet viszel be, akkor kevesebb fog meglátszani. Körülbelül 29 millió módjára vágtam neki ennek a fogyókúrának, és eddig egyszer sem sikerült. És ez azért van, mert az összes fogyókúra arról szól, hogy adnak egy konkrét étrendet, és ezt az étrendet kell, hogy betartsd. Na most ezt három gyerek mellett, hogy mindig meglegyenek azok az alapanyagok, nem is biztos, hogy szeretem, nem akartam ezt még egyszer elkezdeni. Főként erre figyeltem, hogy mik azok az ételek, amiket én szeretek, azoknak milyen tápértékük van, mennyi az a szénhidrát mennyiség, amitől elindul lefele a mérleg. És aztán ezt így elkezdtem beosztani, felírni, mérlegelni folyamatosan, ez minden nap volt. Az első időszakom az erről szólt, hogy lényegében saját magamon kikísérleteztem azt, hogy mennyi az annyi, amennyit megehetek, és mennyitől fogyok.
Most, hogy elértem igazából a célomat, és lement ez a 40 kiló, fogyni már annyira nem szeretnék, inkább formálódni, és most meg már arra figyelek, hogy mi az, amivel ezt tartom. Szóval egy folyamatos figyelés ez, de megéri. Általában nagyon sok zöldséget eszem, általában húsokat eszem hozzá, az sem mindig, simán el vagyok ezzel a padizsán salátával, amit most csinálok, ez például teljességgel tökéletes étel, csak úgy magába is. A szénhidrát kérdése az egy sziszifuszi dolog, mindenkinél más. Én abból indultam ki, hogy Feri cukorbeteg, ő körülbelül 3 zsemlényit eszik meg egy nap. Ez nagyjából egy 120 g szénhidrátot jelent, nekem ettől nem indul el semmi. Nekem 2 zsemlényi az a szénhidrát mennyiség, amit bevihetek. Utána kezdek fogyni. Tehát a mennyiség itt mindig a kulcs szó. Szia, Ancsa! Szia! Köszönöm, tartozám! Az első 8 hónapban, amíg csak az étkezésre figyeltem, addig nagyon minimális volt a sportolás. És aztán utána, hogy elindultak lefelé, már legalább 15-20 kilónál tartottam, akkor már bizony elkezdett lötyedni az ember. És akkor kezdtem el ezeket a súlyzós edzéseket is beiktatni. Azért választottam ezt az edzésformát, mert kevés időm van, viszonylag egy héten gyorsan végez az izmokkal, stimulálja folyamatosan, hiszen áramot kap, és nagyjából egy ilyen 20 perces edzésprogram felel meg egy másfél órás edzésnek. A tudományos vizsgálatok azt igazolják, hogyha valaki az egészséges tólig, tehát a legalacsonyabb és legmagasabb, még elfogadható testsúlyában van benne, akkor sokkal kevesebb az anyagcserebetegsége, mik az anyagcserebet, cukorbetegség, magas koleszterin, ennek következtében az érelmeszesedés oka, sokkal kevesebb a daganatos betegségek megjelenése. Aki az egészségesnek tekintett, vagy számítható egészséges testsúlyon kívüleső testsúlyon rendelkezik, itt elsősorban a kövérségről, az elhízásról van szó, fokozottan áldozatul esik ezeknek a betegségeknek. Ennek a betegség csomagnak vagy tömegnek a megelőzéséhez fontos, hogy a testsúlyunkat közel ideális szinten tartsuk. Hány kiló ma reggel nem mérte meg magát? Ma reggel nem mértem meg magam, de tegnap előtt mértem magam, és 66,5 kiló volt. Jó. Az egészségnek egy feltétele van, hogy egész életre szóló legyen. Az egy nagyon fontos feltétel, hogy ezt életmóddal biztosítsuk. Aki egyszer elhízott volt, és utána visszanyeri a normál súlyát, soha nem térhet vissza a káros életmódjához, hanem oda kell figyelni, azt lehet mondani, hogy egy életen keresztül. Ez csak és kizárólag tudatosság, az elejétől kezdve, hogy én eldöntöm, hogy ezt szeretném végigcsinálni, és végig is csinálom. Eddig sose csináltam végig. Miért nem? Nincs annyi önerőm, hogy ne tudjak ellenállni annak, hogy valamit megeszem. Hát ez már nevetséges ez a mondat, hogy erre képtelen az ember, ez nem igaz. Hát elnök úr, ehhez megint csak gratulálni tudok, de ez felért egy motivációs filmmel is. Hiszen amikor a hölgy elmondja, hogy mínusz 40 kiló, hát az mindent fölír. A filmnek a legfontosabb mondata. Igen. Itt két dolog a fontos ebben. Az egyrészt az, amit ebből ugye, hogy ő tudatosan, de nagyon sokatszor nekifogott ennek, de most jutott el arra a szintre, nyilván megfelelő tanácsok mentén, hogy ezt nem lehet tudatosság nélkül, és nem lehet kapkodva, rohamszerűen csinálni. Tehát ez egy nagyon konkrét életmódváltoztatást jelent, ahol az ember méri, hogy mit visz be, megkonzultálja nyilván szakemberrel, hogy mennyi az, ami neki kell, hogy az 1400 legyen, 1500, 1800, nyilván mérettől és aktivitástól függően, és ezt tartósan betartani. A tudatosság elengedhetetlen, és az egész programunknak a lényege az, amiről már korábban is beszéltünk főszerkesztő úrral, hogy az egészség megőrzése az egyfajta tudatos hozzáállást igényel. Ezt be kell vállalnunk. És rendszeressé kell tenni, tehát életünknek részévé kell tenni. Ezt az odafigyelést, így van. És a táplálkozásban minden esetre ez a leg, hogy mondjam,
leghétköznapiban nyomon követhető. Mert ugye minden nap eszünk, nem is egyszer. Rengeteg hibát elkövetünk az étkezéssel kapcsolatban, ezekről korábban többször beszéltünk. Ha erre odafigyelünk, akkor ez egy lehetőség arra, hogy a megszerzett testsúlyunkat, nehezen megszerzett testsúlyunkat, mint ugye a balási művésznő esetében is, meg tudja őrizni. Ugye a tudatosság mellé hozzátartozik az, hogy amikor az ételeket kiválasztjuk, abban is benne legyen a tudatosság. Egy professzor úr szokott fogalmazni, a mediterrán típusú táplálkozás lenne az ideális. Ez így van. Tehát a közép-európai zsírban, kalóriában gazdag táplálkozásnak nyilván megvannak a történelmi hagyományai, mert a földön dolgozó parasztembernek reggel kellett ugye a szalonnát, kenyeret, hagymát elfogyasztani, hogy bírja a munkát. De utána ugye a életkor azért nem volt hosszabb, mert tulajdonképpen ezzel a magas vérnyomás, az érelmezesedés és számos ilyen betegség, szívbetegség esélyét mégiscsak a kalóriadús étkezés megteremtette. És pont még egy kulcshoz értünk, a megfelelően tartjuk a szokásokat, rendszeressé válik a mozgás az életünkben, odafigyelünk, hogy mit táplálkozunk, akkor elkerülünk nagyon sok mindent, a betegségeket. Így van. A betegség elkerülése viszont ugye a hosszú élet egyik titka. És a tartós egészség titka. Professzor úr, nagyon szépen köszönjük ismételt annak ki, szuper motiváló filmet, és a egészen kiváló gondolatokat. Köszönjük szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. Eddig tartott ma az Esti Közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!